Üdvözlök ismételten mindenkit! Most lesz ilyen felvétel, meg livestream is. Meg lesz az mondva, hogy miért is nem volt mostanában annyi sok. Minden azért nem volt, mert egyszerűen a gyenge agyam kezdett gyönkülni. Ha eredeti agykapacitásom volna, az eredeti szinte nem volnák, ha nem itt tartanák. Már régesség óta már vezető lehettem volna, de nem! Azért, mert mindig utamba állnak, mi mai napig. Ezek a munkások. A munkás az olyan, akinek külön egyéni jogai vannak. És mindent megtesz, hogy őről legyen szó. Nem veszi észre magát, hogy semmire se nem fog menni. Arra jó, mint egy gép. Dolgozik. Dolgoznom kell. Ez a megszokás. Úgy néz ki, olyan ez a livestream. Nem akar elindulni. Annyi baj legyen. Ezért van a felvételező gomb is. A live-nak már 3 perc meg kellett volna már jelennie. Helyette a felvételező meg vételezik. Bezárom. Nézem, hogy egyáltalán elindult valami. Azóta akarozik ez az internet, itt a legjobb egyik kábel szolgáltatója Vajdaságban rá nem tette, hogy mobil hálózat lesz. Azóta vannak ilyen hibák, máskor nem voltak. Jóval stabilabb volt. Én mostan meg nem. Mi ez a YouTube? Most komolyan. Azt hinné valaki, hogy most enged annyira érdekel, érdekfeszítő, az, hogy jaj, nem bírok ma livestreamben nyomni az netén, jaj! Hát, képzeld el, hát abszolút nem érdekel. Ha nem, akkor egyszerűen nyomom a másik gombot, ami felvételezni fog. És ugyanaz a máma hatás, mint hogy élőben megy, vagy pedig felvételt fel fogok tölteni az internetre. Néz ki, hogy valami mégsem nem. Nem stimmel! 1678 1888 kilobittet mutat! És nem mint van. És mostan enged ez a az oldal YouTube manipuláltat azzal, hogy figyeljem ezt a hogy miért nem indul el. Még egy trükköt megpróbálok. Nem is akar be se töltődni az internet. Megfogom. Meg a scan 2-be. Most fog jönni, az nem tartozik rátok. És majd ezután elméletileg befibrom majd tölteni az oldalakat. Vannak ilyen hibák. Szoktak. És azt hiszik, akárki áll ez mögött, hogy ezzel a hogy pont ez miatt abba lehetne hagyni valamit. Nagyon téved. Pont ez egyedül a nulla hatása. Ez a nulla. Elhiszem egy gyenge IQ-jú, aki nálam már 60%-nál. Van!
aki 60-nal már 58%-on van, az már nem tiszta. Az könnyedén el lehet élni azt a szintet, az 58 IQ-t. És az nem tiszta, az már elmebetegnek számít. Egyszerűen nem lehet, minden van sok elmebeteggel. Aki körülvesznek, én szerintem már nem itten 60-70, legtöbbnek már 59 vagy 58-an, és már is már elmebetegnek számítanak. Egy kis derű az! Jobb időm is volna. Most rosszul mondtam. Arról van szó. Most itt elzünk fel a helyzetet, melyik a városba. Ilyenkor vannak a legtöbben. Elkapok valami vírust. Nem is van nyár sem még. Úgy néz ki, hogy ez a... funkció vagy a nem akart összejönni. Megjelenik egyáltalán az internet. Ez nem a mostani stream, ez a régebbi. És itt van. És nem akar. És most akárki is áll ez mögött, legyen több stream. És most rászed arra az agyamat, hogy én arról beszéljek, hogy streameljek. De valóságban más. Minden másnak tűnik. Annyira, egyszerűen nem érdekel az se, hogy van ez a... stream itten van vagy. Nincs! Valami videóban megy a hang, ha jól hallom. Valami nem stimmel. És itt van. Ez a sok probléma. Sok problémát mindig a gyenge elmet. Nagyon sok problémám van. Nincsen időm rá. Nincsen. Nincsen semmire sem. És nem csak semmit se, és minden megoldódik. Miért is oldódna meg? Nézd, hogy most webre kell jelentkezni. A bentkezzel maradtam! A lenni fog! Vannak még más szállítógépek, mert olyan is van, hogy túl gyenge az 1,6 dual core-os processzor. Szintén másra lesz itt a gond. Máint lassan töltődik be az internet. Most négyétek azt ad, hogy én az internet szolgáltatót
akarnám lemondani, meg lehet érteni őket is, egy kicsikét, majd fizessek be minél gyorsabb internetet, hogy bírjak streamelni. Hát, képzeld el, te szolgáltató, még veletek még eléggé jobba, jó még a pozitíva véleményem. Nem úgy, mint a másik, akik voltak. Mindennek van határa. Hogy ez majdra nem érdekel, hogy mostan most internetre belépek. Berakom, hogy és látok! Itt is van, amiről beszéltem, hogy ez a YouTube is mindent megtesz, amire ő gondolja, hogy te amire vágysz. A te saját agy szinten állíts össze a videókat. És ittán el lehet gondolkodni, hogy ugyanezt én a valóságban is el tudnám élni. Itt van ez a nő, ez a Rihokan, meg a Tomino Murasaki simán megbírnám venni. Megvenni vagy. Értitek, miről beszélek, tiszta üzletemberség az egész. Nem pedig itt a azon nyavogni. Jaj, az internetem akadozik. Jaj. Nagyon akadozik! Nagyon! Hát, megvan annak az oka is. És akkor kezd most nagyon gyanúsá válni, most milyen cikk ez, hogy a Vajdaság egyik piac vezető kábelszolgáltatója mobil netet is kezd. Lehet, hogy itten, hogy biasztani a hálózatokkal, tudnélik ez a szolgáltató, megváltoztott már nevét is. Úgy nem fogok futni. Rengeteg virtuális szolgáltatásai voltak neki. Mindegyiket eladta. Egy maradt neki meg az a Globalter. A többit eladtam. Nem tudom mennyi volt neki. Három. És mind a háromat már eladta. Megszüntette. És ilyenekkel foglalkozik, hogy hálózatokat bérel ki. Át, új torjakat csinál. Bérbe adja más szolgáltatóknak is. Ilyen. Jó üzlet, meg kell nézem a tornyot, minden jól megy, akkor holnap utána nézzek, mi történt az újabb tornyaival. És kell mozgok, nem pedig nem most tanít, ülök, és nézem ezt a sokat. Mert ez a Pipo Apple. Már tovább. Az mostan a miért nem volt. A miértet a legyöngébb elme keresi. Miért nem lettem hazalmi szervek vezetője? Miért? Miért nem lettél? Miért nem? Most azért nem lettem, mert mindig valakik az utamba állnak. Még mai napig is utamba állnak. A leggyengébb IQ-júak. Mely az IQ szint? IQ 57.
mert nézzük, mit jön. Ja, Yahoo! Keresővel. Fog. Mi látni fogjuk, mi az IQ 57? Az IQ intelligencia teszten 57. Az átlagosan 57 is good IQ, is very low. Az átlagosnak 80 meg 120. Akkor azt mondtam, valami emlékeztem, hogy 70, 57 vagy 75, kicsit az agyam felcserélte. Akinek már 75 IQ-ja van, az már nem normális, az már elmebeteg. Csak itt néha ki kell javítanom, mondom, mert már régen volt, tehát kicsit néha az agyam felcserél a számokat is, nem a valóság tűnik meg. És itt van az IQ 57 szinten. Mennyire is. Hát, sok gyenge elme. Nagyon fontos. Nagyon! És itt ez jutott most éppen eszembe. Hogy néz ki az IQ 57-es? És itt vannak a képek. Kíváncsiságból. People.